Még mindig a függvényekkel foglalkozunk, egy újabb érdekes függvény változat, amit C-ben szintén el lehet érni, vagy elő lehet állítani, ez a változó paraméter számú függvények. Következőről van szó, szeretnék egy olyan programot írni, amiben szerepel egy összeg nevű függvény. Egy összeg nevű függvény, aminek paraméterként én szeretnék átadni néhány egész számot, most ezeket hasból írom be, és szeretném, hogyha ez az összeg függvény ezen számoknak az összegét kiszámolná, és hát ugye visszaadná, és én így el tudom helyezni ebben a D változóban. Másik esetben kevesebb számom van nekem, amit össze kell adni, harmadik esetben meg esetleg több, vagy még kevesebb. Tehát az, hogy az összegfüggvénynek hány paramétere van, hát ez változó, erősen változó. Hogyan lehet ilyen összegfüggvényt megírni, aki képes ennyi szám összegét is meghatározni, meg ennyi szám összegét is, meg még köztes eseteket is esetleg. Hát a gond a következő, hogy elvileg, amikor függvényt írunk, például ezt az összegfüggvényt, akkor meg kell adni azt, hogy hány darab és milyen típusú paraméterrel dolgozik. Ez az összegfüggvény, ez most éppen kettő darab paramétert képes fogadni, és ennek a kettőnek az összegét képes meghatározni. Ez pontosan két paramétert fogad ez a függvény, úgyhogy ez a három paraméteres változat sem illik erre a függvényre rá, tehát ha megpróbálnám ezt a programot lefordítani, akkor kettő darab sort találna hibásnak a program. A fordítóprogram az egyik ez a felső sor, azt mondja, hogy nincs olyan összegnevű függvény, aki 7 darab számot fogadna, és nincs olyan összegnevű függvény, aki 3 darab számot fogadna. Nyilván nem túl szerencsés, bár elvileg kivitelezhető ötlet az, hogy akkor írok ilyen függvényváltozatokat is. Megírom a 3 paraméterest, ilyen alapon megírhatnám a 4 paraméteres, az 5 paraméteres, a 6 paraméteres, a 7 paraméteres, stb. Változatát az összegnevű függvénynek. Hát ezt nyilván a végtelenségig nem lehet csinálni, egyrészt nagyon unalmas, másrészt pedig, ha megírom a 20 paraméteresig, akkor előbb-utóbb biztos, hogy 21 darab számot szeretnék összeadni, és akkor az fog hiányozni, tehát ez nem túl szerencsés megoldás. A megoldás egyébként elvileg az overloading miatt működik, hiszen ugye mindegyik függvénynek az a neve, hogy összeg, ez csak akkor engedélyezett, hogyha eltérőek a paraméterezései ezeknek a változatoknak, ez most jelen esetben fennáll, tehát elvileg egyébként megírhatom én az összegnevű függvényt akár 40-szer is, különböző paraméterszámmal, magát ezt a megoldást a C engedélyezi, csak hát nekünk nem túl szerencsés ez a megoldás. Nézzük, hogyan lehet ezt a problémát ügyesebben kezelni. Valójában én csak egy darab összegnevű függvényt szeretnék megírni, ez a megoldásunknak a célja. Ehhez itt azt kell feltüntetni, hogy ennek az összegnevű függvénynek változó számú paraméterei van, paraméterezése van, ezt itt 3 ponttal jelölöm itt a formális paraméter listában. Tehát ez azt jelenti, hogy az összegnevű függvénynek van egy darab hasznos paramétere, ez egy egész típusú szám kell, hogy legyen, és a további paraméterei is lehetnek még egyébként tetszőleges darabszámban és tetszőleges típusban. Ez a paraméterezésű függvény, ez egyébként ráillik erre a változatra, hiszen itt azt követeljük meg, hogy az első paraméter az egész szám legyen, ez stimmel, és további paraméterei meg annyi van, amennyit mi szeretnénk, és ráillik erre a változatra is. Itt is ugyanarról van szó, hogy az első paraméter az egész szám kell, hogy legyen, ez teljesül, és további paraméterei is lehetnek még akár. Úgyhogy ez lesz az a függvény, amit nekünk jól kell megírnunk, és akkor, hogyha ezt a függvényt jól írtuk meg, akkor ez működni fog erre a paraméterezésre és erre a paraméterezésre is. Hogyan kell ilyen függvényt írni, ami változó számú paraméterekkel dolgozik? Hát az első lépés a megoldás felé az az, hogy szükségünk van egy újabb include file-ra, ez azt jelenti, hogy valahol létezik ez az std.org.h nevű fájl a lemezen, méghozzá itt a rendszer alkönyvtárak valamelyikében, és ennek a tartalmát kell lényegében beemelni ide a mi forráskódunkba. Ennek kapcsán újabb függvények és újabb lehetőségeket használtunk fel a programunk írása során, tehát az std.org.h azért kell, mert amire nekünk szükségünk van, az itt az std.org.h-ban lesz megtalálható. A következő lépés, tehát miután az include std.org.h-t azt beléptük a program szövegében, hogy létrehozunk egy va-list nevű változót,
vagy VL-is típusú változót, a nevét azt tetszőlegesen választhatjuk meg, hát én a P-t szoktam választani ennek a változó nevének, ez egy kötelező lépés. Ez a P változónk egyébként ez majd egy pointer lesz, azért is szoktam választani a P nevet. Következő oknál fogva van erre szükség, ugye itt a függvényünk az több paraméterrel rendelkezik, ugye itt most jelen esetben éppen 7-tel, vagy egy másik esetben akár 3-mal. Ezek a számok, vagy ezek a paraméter értékek, amelyeket egyébként a hívás helyén feltüntettem, ez egyébként a memóriában sor folytonosan fognak elhelyezkedni egy memória területen. Ezt a memória területet kell nekem valahogy bejárnom, és a memória terület bejárására mindig a pointer a legalkalmasabb technika. Tehát szükségem van egy pointerre majd, hogy itt szépen sorba haladhassak ezeken a paraméter értékeken. A pointerünknek kezdőértéket kell adni. A kezdőértéket azt úgy állítjuk be, hogy ugye a start kezdőértékbeállítás, úgy állítjuk be, hogy megmondjuk, hogy ez a bizonyos változó, ez a bizonyos paraméter, ami biztos, hogy fixen megvan, ez hol van a memóriában. Ugye a VA start, ez megkeresi ezt a paramétert, változót a memóriában, és ráállítja ezt a bizonyos pointert ezen paraméter változó után következő memória szakaszra. Tehát ez a 12 érték, itt most jelen esetben ez belekerül az A változóba, és a további paraméterek, akiknek egyébként itt nem tüntettünk fel nevet, és emiatt nem lehet őket elvileg elérni, ezeket fogjuk most a P-n keresztül megközelíteni. A P itt most jelen esetben rá fog állni magára a 32-re első lépésben. Tehát a VA startnak paraméterként azt a változót kell megadni, azt a paraméter nevet, aki a legutolsó a listában, itt most jelen esetben ez az A, és aki után már csak a pont-pont-pontok következnek, az egyéb paraméterek. A következő, amire szükségünk van, hogy lekérjük a következő ilyen plusz extra paramétert ebből a bizonyos listából. Ugye a P pointerünk most az első ilyen extra paraméterre mutat, magára a 32-re. Ezt az adatok lekérését az extra paraméter listából a VA arg segítségével lehet megvalósítani. Ilyenkor azt mondjuk, hogy a P pointer által mutatott területről szeretnénk kinyerni adatot, és azt állítjuk, hogy ezen a pointer által mutatott területen egy egész szám van. Ezt is ide be kell írnunk második paraméterként, hogy milyen típusú adatot sejtünk mi itt ezen a memória területen. Így kapjuk meg az X-ben elvileg a 32-t. Amennyiben van valamilyen gyűjtőváltozónk, akiben ezeket szépen összegezni tudjuk, ugye van ez a plusz egyenlő lehetőség, ami azt jelenti, hogy össz legyen egyenlő össz plusz X, ennek a rövidített formája, erről már volt egyébként szó, de azért kiírom, hogy akik nem emlékeztek rá, hogy ez a plusz egyenlő, ez valójában mit is helyettesít. Tehát ha van egy ilyen gyűjtőváltozónk, akkor az X-be ugye belekerül a következő extra paraméternek az értéke, ezt mi hozzáadjuk a gyűjtőváltozóhoz, és ezeket a lépéseket tudjuk ismételgetni. Megint lekérünk egy extra paramétert, és ezt is hozzáadjuk az összváltozóhoz, újabb extra paramétert kérünk rá, és ezt is hozzáadjuk a gyűjtőváltozóhoz. Minden egyes ilyen extra paraméter lekérése közben, tehát amikor ez a VA arg végrehajtásra kerül, közben ez a P pointer automatikusan lép a következő extra paraméterre, ugye intenként haladunk végig a listában, és akkor így egyesével lehet kérdezgetni ezeket az extra paramétereket, elhelyezni valamilyen megfelelő típusú változóba, és hát ha már ott van ez a bizonyos szám, akkor ezt szépen összeadogathatjuk, és ha ezt elég sokáig csináljuk, akkor elvileg képződik az összeg. Hát ez a ha elég sokáig csináljuk című mondatom, ez elég nagy vonalú volt. Ugye nyilván fölmerül az a kérdés, hogy hányszor kell ezt végrehajtani, ugyanis ez látszik, hogy ugyanazokat a lépéseket ismételjük, tehát erre akár ciklust is lehetne szervezni, szervezünk is rá ciklust akkor, hogy ez se legyen akadály. Ugye ezeket a lépéseket kell ismételni, ismételjük meg akkor ezt 6-szor, ugye, mert 7 paraméter esetén összesen 6 ilyen lépés van. Ugye az első számot, amit megkaptunk, azt az A változóba kapjuk meg, ez a 12, úgyhogy elvileg úgy kellene visszaadni, hogy az összváltozóba ez a 6 darab számnak az összege kerül bele, a 7-et azt magát az A-ba kapjuk meg. Úgyhogy a legvégén úgy kell képezni a teljes összeget, hogy a 6 szám összege plusz az A-ban levő szám. Tehát ugye ezt 6-szor kell megismételnünk, ezt, hogy lekérünk egy intet a változó listáról, a paraméter listáról, és
ugye hozzáadjuk ezt a bizonyos intet a gyűjtő változónkhoz, ebben az esetben, mert itt tudjuk, hogy itt összesen 7 paramétert adtunk át. Ugyanez a kód már nem működik erre az esetre jól, hiszen ott már csak 2-ször kell ismételni azt, hogy lekérünk egy számot a változó listáról, és hozzáadjuk, újabb számot kérünk, és hozzáadjuk. Tehát itt a BB ezzel a bizonyos számmal van, amit ide kell írni ide az I után. Ez ide azt a darabszámot kell írni, hogy hány darab extra paraméter van itt megadva, amit ugye itt a függvény paraméterben a pont-pont-pont jelöl. Hát itt kezdődnek igazából az űrök, hogy nem lehet sajnos kideríteni azt, hogy hány darab ilyen extra paraméter van a listában, ezt C-ben lényegében lehetetlen kideríteni, úgyhogy ide nem tudunk konkrét darab számot írni. Ezért valamilyen trükkhöz kell folyamodnunk, hogy ezt el tudjuk írni. Az első trükk az az, hogy úgy állítjuk össze ennek az összegnevi függvénynek a paraméterezését, hogy első paraméterként azt követeljük meg, hogy adjuk meg azt, hogy hány darab extra paramétert adunk át neki pluszban. Tehát ide azért írtam a 6-ot, mert itt összesen 6 darab számot adunk át neki, ide pedig azért írtam a 2-t, mert itt 2 számot kell összeadni csak, ezt a 2 számot írjuk ide extra paraméterként. Ekkor viszont az A változónak, az A paraméterünknek a jelentése megváltozott, tehát ebben az A-ban nem az egyik összeadandó szám lesz benne, hanem az lesz benne, hogy hány darab számról van szó. Ennek viszont itt most nagyon meg tudunk örülni, el is nevezzük DB-nek, hogy akkor már a neve is mutassa, hogy mi az ő jelentése. És akkor azt mondjuk, hogy az első paraméter által meghatározott darab számnyi mennyiséget kell lekérni a plusz paraméterek listájáról, és akkor ez a dolog szépen tud már működni, és szépen képződik is az összeg. Hát ezt akár ki is tudjuk próbálni, akár olyan módon, hogy ez a szám, amit itt kapunk, ezt kiírjuk a képernyőre, olyan módon, hogy kiírjuk, hogy mennyi volt az X és mennyi lett a Z értéke, és akkor le tudjuk ellenőrizni, hogy jól működik-e a kis programunk. Hát én az X-et nem fogom tudni fejből ellenőrizni, hogy ez jó lesz-e. A VS-tarttal van valami problémája itt a... Igen, ezt rosszul paramétereztem itt, ezt fordítva kell. Tehát a VS-tartnak is 2 paraméter van, hogy melyik pointert akarjuk beállítani, és hogy melyik változóra. Elnézést kérek a tévedésért. Folytassuk a tesztelést. Nem tudja, mi az az A változója. Igen, mert ezt elneveztem közben DB-nek. Igen, most már minden hibát megtaláltam. Tehát még egyszer, ezt az összeget itt nem fogom tudni ellenőrizni, hogy ez valóban jó-e vagy sem, mert ezeket a számoknak az összegét itt most én nem adom fejben össze, viszont a másikat talán igen. 43 meg 23, az összesen 66 kell, hogy legyen elvileg. Hát reméljük, hogy ennyi is jelent meg. Igen, Z egyenlő 66. Tehát a másik számot is meg lehet nézni, az pedig 262. Hát ez hihető, mert 6 darab ilyen 30-tól 50-ig levő számokat adunk itt össze, tehát annak az összege, a 232, az jónak tűnik. Ez tehát az egyik megoldási módszer erre a változó paraméter szám kezelésére, hogy itt első paraméterként megadjuk azt, hogy összesen hány darab paraméterről van szó, és akkor utána már ennyi darab paramétert kell átadnunk. Nyilván fölmerül a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha megtévesztjük ezt a függvényt, tehát például ide azt írom, hogy itt összesen én 4 darab számot adok át neki paraméterként, és utána meg csak 2-t adok át neki, hogy ilyenkor vajon mi történik? Hát próbáljuk meg. Ezt a sort most kivesszük, mert ő olyan nehezen tesztelhető, hogy olyan sok számot tartalmaz, hogy úgy sincs értelme megnézni. Ja, hát így viszont az X változót sem tudjuk kiírni a képernyőre, mert ő közben eltűnt. Nézzük még egyszer. Tehát itt azt állítom neki, hogy 4 darab számot adok át, és valójában csak 2-t adok át ténylegesen. Hát nézzük meg, ez a változata itt a függvénynek, itt most ő azt hiszi, hogy 4 darab számot kell beolvasni. Beolvassa az első számot, ugye az X-be. Ezt ha megnézzük, akkor ez a 43, ami valóban igaz, mert az első paraméter értéke az 43 lesz. Beolvassa a második számot a paraméter listáról, ez a 23, ez is teljesül, hiszen itt én a 23-at adtam át paraméterként. És hát azt látjuk, hogy beolvassa ő egy harmadik számot is a valahonnan, hát ez valami nagyon-nagyon csúnya számít, amit kapunk.
De hibát nem jelzett a cél, tehát úgy tűnik, hogy a megtévesztés itt félig sikerrel járt. Igazából persze magunkkal tolunk ki, mert ez az összefüggvény, most összefogadni 4 darab int számot, ebből a harmadikat meg a negyediket valahonnan előrángatja szegényt, és értelmezi ezeket a számokat, most meg egy 64 került elő valahonnan. Összeadja ezt a 4 számot, és ennek a 4 számnak az összegét adja ő vissza, tehát ő összeadott 4 számot, ha úgy tetszik, ebből 2-t miattunk, meg 2-t meg hát a véletlenszerű helyről rángatott össze. Ha ezt most kérjük a képernyőre, akkor a 4 szám összege, hát valami nagyon-nagyon csúnya számot kapunk itt, tehát ilyenkor nyilván az, hogy mit ad vissza ez a függvény, ez, hát ne várjuk azt, hogy jó számot adjon vissza, hiszen mi hívtuk meg rosszul. Tehát a tanulság az, hogy ha elrontjuk ennek a paraméterezését ennek a dolognak, akkor csak magunkra vethetünk, hiszen a C ilyenkor is csinál valamit. Ugye őt arra utasítottuk, hogy 4 számot kerítsen elő, ebből 2-t megadtunk, hát a többivel pedig ő gondoskodik, vagy ő próbálkozik valonnan előkeríteni. Nyilván, ha kevesebb számot mondunk, mint amennyit ténylegesen átadunk, ez a kisebbik baj. Ilyenkor 4 számot adunk át, de csak az első kettőnek kérjük az összegét, hát nyilván ez rendben fog működni. Az első szám az a 43, lesz ez stimmel, a második szám pedig a 23 lesz, az is stimmel. Csak 2 szám összegét kértük tőle, ezt ő tudja prezentálni, és akkor rendben van az összeadás, ez ugyanúgy 66 lett. Tehát nem az szokott a gond lenni, hogyha többet adunk át paraméterként, mint amennyit mi állítunk, hogy átadunk. Az szokott lenni a gond, hogyha kevesebbet adunk át, mint amennyi szükséges. Újabb problémákat is lehet egyébként okozni ezzel a változó paraméterszámú függvények kezelésével. Mégpedig az az, hogy mi azt használjuk ki ebben a program szövegében, hogy itt intek vannak itt a plusz paraméter listán elhelyezkedve, de sajnos ezt megint csak senki nem ellenőrzi, hogy mi ténylegesen inteket adunk-e át neki. Úgyhogy itt elvileg lehetőségünk van akár double-öket vagy float-okat is elhelyezni, meg hát természetesen inteket is, sőt még akár egy karaktert is ide becsempészek, legyen itt egy karakter is. Most lenyomtam az F1 billentyűt, és most ilyenkor a segítség az most azonnal érkezik, és próbálja kitalálni, hogy vajon hol akadtam meg, de nem akadtam én meg sehol. Tehát ide most akár egy karaktert is beírhatok, ez is megengedett, tehát az a baj ezzel a dologgal, itt ezzel a 3 ponttal, hogy ez azt jelenti, hogy és a további paraméterek azok tetszőleges darabszámúak lehetnek, és tetszőleges típusúak is. Tehát itt a hívás helyén ez egy elfogadott plusz paraméterezése a dolognak, holott mi a kis függvényünket meg úgy írtuk meg, hogy itt intek vannak. Hát mi történik akkor, hogyha ezt próbáljuk itt aktivizálni, ezt a kódot? Hát az első, amit észrevettünk, hogy a program lefordult, tehát a fordító program nem jelez semmi hibát. Ő ugyanis csak azt veti össze, hogy ez az elvárt formális paraméterezés, meg ez az aktuális paraméterezés, ez rendben van-e, és hát sajnos a pont-pont-pont elvártra ez az aktuális paraméterezés, ez teljesen illeszkedik, tehát ő hibát most nem jelez, sőt akkor sem fog hibát jelezni, hogyha végrehajtjuk magát a kódot. Ugye most az történik, hogy kérünk egy intet erről a plusz byte sorozatról, amit ugye van a memóriában. Hát ez a plusz byte sorozat az A betű kódjával kezdődik, az viszont egy byte-on van tárolva. Mi viszont itt egy intet kérünk le, így kerül az X-be a 97 érték. Ezt összeadjuk, újabb intet kérünk le a listából, ott viszont most nem int van, hanem egy double van, ugye ez valamilyen lebegőpontos kódolással van tárolva. Na most ennek az első 4 bájtját mi lecsípjük, és úgy értelmezzük, mintha ez egy egész szám lenne, úgyhogy kapunk itt valami rettenetesen csúnya és nagy egész számot, semmiképpen nem a 23,23-at, és nem is a 23-at, tehát nehogy valaki azt gondolja, hogy most itt ezt intelligensen a C ezt egész számá alakítja ezt a 23,23-at, nem. Ez a 23,23, vagy ami itt levő szám, ez valamilyen lebegő pontos számábrázolással van kódolva, és valamilyen byte sorozattá le van képezve. Ezt a byte sorozatot ból mi most egy intnyi mennyiségű csípünk és értelmezzük. Hasonlóképpen gond lenne a 34,43-mal, illetve a további paraméterekkel is, tehát innentől kezdve a
ha itt lebegő pontos számot adunk át, és fix pontosat olvasunk ki, akkor ebből mindenféle komoly zűrök keveredhetnek ki, tehát semmiképpen nem kapjuk vissza ezeket a számokat. De hibát megint emér ez a C, hát ő azt a byte sorozatot értelmezi intként, és megpróbálja azt intként összegezni, vissza is adja ezt a bizonyos számot, amit ő összeadott, hát megint valami nagyon csúnya eredményre jutottunk ki. Tehát a tanulság az, hogy ilyen változó paraméterszámú függvények esetén senki nem ellenőrzi azt le, hogy megfelelő mennyiségű és megfelelő típusú paramétert adunk át, úgyhogy itt a felelősség annak a programozónak a vállán van, aki ezt a függvényt meghívja. Ha ő nem jól paraméterezi fel ezt a függvényt, akkor ez a függvény valamit csinálni fog, de valószínűleg nem pont azt, amit mi elvárunk. Hogyan lehet még ilyen változó paraméterszámú függvényt kezelni? Ugye ez volt az egyik lehetőség, hogy az első paraméterként meg kell adni azt, hogy hány darab paraméterről van szó, a továbbiakban pedig ennyi darab paramétert kell átadni, méghozzá oly módon, hogy ha itt ez a függvény ez csupa intet vár, akkor a mi felelősségünk, hogy tényleg inteket adjunk át, és ne valami mást. Hát másik lehetőség az hogy nem írjuk le előre, hogy hány darab plusz paramétert adunk át, hanem akkor valahogy a végét jelezzük, például egy nulla értékkel, hogy itt fogytak el a plusz paraméterek. Hogyan lehet ezt kezelni? Hát minden változó paraméterszámú függvénynél kötelező legalább egy darab paraméter, ami fixen le van írva, úgyhogy nem tudjuk, olyan függvényt nem lehet írni, ami rögtön így néz ki, hogy az összeg az eleve változó paraméterszámú, egy darab paraméterre szükségünk van. Ugye ez leginkább erre, amiatt a VA start miatt szükséges, ez a legalább egy darab paraméter, hiszen itt a VA startnál meg kell adni azt ennek a bizonyos utolsó fix paraméternek a nevét, hogy rá tudjon állni ez a bizonyos pointer azután a következő memória terület elejére, ahol már a plusz paraméterek helyezkednek el. Úgyhogy most megint visszatérünk arra, hogy ezt a paramétert A-nak hívjuk, hiszen ebbe az egyik összeadandó szám lesz. És nem for ciklust írunk, mert nem tudjuk, hogy hány darab extra paraméter van, hanem egy ilyen do while ciklust írunk. Itt lekérjük a következő extra paramétert, és amennyiben ez az extra paraméter, amit megkaptunk, ez egyébként nem nulla, akkor ugye egy értelmes szám, tehát akkor beleveszik az összegbe, és mindezt addig ismételgetjük, amíg az x-be nullát nem kapunk, tehát amikor kiolvassuk a következő paramétert és megkapjuk a nullát, akkor ez a while ciklus le fog állni, egyébként pedig ismétlődik, tehát kéri a következő számot és adja össze szépen, mindaddig, amíg el nem érjük a záró nullát. Hát legyen kevesebb, hogy hamarabb elérjük a záró nullát, hogy az időnkkel is spóroljunk. Nézzük ki, hogy ez a program változat hogyan működik. Hát ugye az A változónkban van benne most jelen pillanatban 45, ezzel nem foglalkoztam az előbb, de majd mindjárt fogunk. És akkor az X-be lekérjük az első plusz extra paramétert, ez a 34 jelen esetben. Ugye ezt hozzáadjuk az összeghez, lekérjük a következőt, ez a 43 extra paraméter. Majd az X-be belekerül a 0, mint utolsó lezáró paraméter. És akkor a ciklus befejezi a futását, és visszaadjuk az összeget. Na, itt kell változtatnom nekem, hiszen az összegben most nincsen benne az A, tehát vissza kell rakni ide a plusz A értéket, és elvileg ez a függvény most lett jó állapotban. Itt megint ugye arról van szó, hogy amennyiben én lefelejtem a záró nullát innen a paramétersor végéről, akkor ez a kis függvény megint bajba kerül, hiszen a kiolvassa az elsőt, a 34, kiolvassa a második extra paramétert, 43, és a következő extra paraméter kiolvasását, mivel én már nem adtam meg még egy paramétert, akkor ő valonnan előkerít egy int számot a memóriában, valamilyen memória szemét formájában, annak kicsi az esélye, hogy az nulla lesz. Úgyhogy azt hiszi, hogy az is valamilyen összeadandó szám, és újabb számot kerít elő, és újabb számot kerít elő, és hát ezzel elég sokáig el is tud lenni. Egyébként látszik, hogy itt ismét nem nagyon talál nullákat a memóriában, úgyhogy nagyon-nagyon sok számot fog itt összeadni, mire véletlenül valonnan kerít egy nullát elő, és akkor végre abba adhatja a futását. Tehát itt megint arról van szó, hogy nem a program rossz, hanem a vagy nem a függvény rossz, hanem a hívása rossz egyébként, tehát lefelejtette a programozó innen a paramétert lezáró nullát. Jó, tanulság persze ebből a függvényváltozatból megint az, hogy egyrészt nekünk kell figyelni, aki még hívjuk ezt a függvényt, másrészt pedig
Ez egy másik technika annak jelzésére, hogy jelezzük, hogy hol van vége ennek az extra paraméternek. Az első volt az, hogy darabszámot írtunk, a második pedig ez, hogy a végére teszünk valami speciális jelzést. De valamit ki kell találnunk erre a problémára, hiszen egyébként szegény függvény nem tudja magától kideríteni, hogy hol fogyott el ez a bizonyos extra paraméterezés, hol ért véget ez az utolsó szám, amit mi állhatunk paraméterként, hogy erre nekünk rá kell segítenünk. Van egy harmadik lehetőség, amit mindenképpen érdemes megemlíteni, ugyanis a legismertebb ilyen függvény, aki változó paraméter számú függvény, ez maga a printf. Lehet, hogy erre még nem gondoltunk bele, de a printf az elvileg úgy működik, hogy legkevesebb egy paraméterezésű, az, hogy mi az a bizonyos kiirandó szöveg a képernyőre, de van két paraméterezésű változata is a printf-nek, amikor kiírunk egy darab változót a képernyőre, de van három paraméteres változata is, ugye, hogyha két dolgot írunk ki, stb. Tehát a printf-nek rengeteg féle változata lenne elvileg, lehetne nyilván olyan változatot is elképzelni, ahol ugyan két paraméterezésű, de az első paraméterezése után, vagy az első paramétere után egy double következik, és nem egy int. Tehát nyilván ennyi darab printf-et nem írt meg senki. Egy darab printf van, és ez az egy darab printf, ez egyébként úgy néz ki, hogy első paramétere az egy string, ugye egy paraméter legalább kell, hogy legyen, és a további paraméterei azok tetszőleges darabszámú és típusú paraméterek lehetnek. Na most a printf az honnan deríti ki azt, hogy hány darab és milyen paramétert adunk át pluszban? Hát ebből, bizony a formátum stringből, hogyha a formátum stringbe azt írjuk le, hogy %d, akkor ő egy darab plusz paramétert fog várni, és ezt az egy darab plusz paramétert ezt intként fogja majd értelmezni, tehát itt majd az intet fogja használni lekérdezés közben. Ha azt írtuk, hogy %f, akkor is egy darab plusz paramétert fog várni, de azt double-ként fogja értelmezni, tehát úgy fogja kiolvasni, hogy onnan double-t fog olvasni. Ha azt írjuk, hogy %d, akkor két darab plusz paramétert fog kezelni, mind a kettőt intként, nyilván stb., tehát tovább lehetne ezt folytatni. Tehát ebből a formátum stringből deríti ki a printf, hogy hány darab és milyen típusú plusz paramétereket adtunk mi át neki. És akkor hát talán most már azt is megértjük, hogy ha egyébként mi ezt elrontjuk, tehát ide azt állítjuk, hogy itten float-ot adunk át neki plusz paraméterként, és utána meg ravasz módon egy intet adunk át, hogy miért is nem szólt eddig a C fordító nekünk ezért. Hát azért nem szólt, mert ő csak annyi ellenőrzést végez, hogy itt már utána azt adunk át, amit akarunk, és a formátum string, aki leírja ezt egyébként, hogy milyen paramétereket adunk át, azt a formátum stringet erre használja a printf föl, de ő nem tudja ellenőrizni, hogy valójában tényleg double-t adtunk át vagy sem, tehát nem a printf hibája, hogy erre valami megjelenik a képernyőn, csak valami nehezen kiteríthető csacskaság, hanem a mi hibánk, akik rosszul hívtuk meg a printf függvényt. A printf függvény és ez a változó paraméter számú technika, ez nem teszi lehetővé azt, hogy itt a printf ezt le is ellenőrizze, hogy ez valóban úgy paramétereztük-e fel, mint ahogy a formátum stringben mi ezt állítottuk.